Szép jó estét kívánok, Varga Bálint vagyok, november 22-e van, azt szeretném meg tudni, hogy hallatszik-e a hangom. Kicsit. Köszönöm szépen. Kicsit késő szóltunk, hogy ma este lesz a konferencia, a jövő csütörtöket terveztem, de mivel elutazok, akkor ma volt egy szabad időpont, úgyhogy megtartsuk, bekapcsoltam a felvételt, a Skyway Capitalból majd felteszik a Youtube-ra, aki nem, tudta ma, nem tudja ma meghallgatni, meg lesz minden információ. <kül> <kül> Inni. Ez egy új prezentáció, és akkor benne vannak a hírek is, úgyhogy közben majd elmondom minden, mind a, minden híreket, és amit, amit, fontos, amit készítettem a ma estére. Menjünk mindjárt előre mi is a, a, Skyway. A Skyway egy olyan történet, ami már 40 éve e, készíti a feltaláló, a Unitsky úr, és 2014-ben e, úgy alakult, hogy a kis befektetőkkel e, összeszedik a megfelelő pénzt, hogy ezt a technológiát felépítsék. És e, most e, 2019 e, szóval öt év után már fel lett építve Minszpe, Marina Gorkába, Fehér Oroszországba, és nemrég napokban kinyitottak egy új innovációs központot Sárgyába, Dubajba. Egy olyan közlekedési rendszer, ami a mínusz 60-tól plusz 60 fokig bírja, Ma nagyon erős szeleket, 300 km per óra ö, erős szeleket is ki tud bírni, 5 méter havat is, ö, tenger, meg ö, mindenféle folyó, ö, tó, 10 méter még, mélységbe ö, lehet építeni, és ö, Földrengést Richter skálán 9 fokig, és a cunamit 20 méter magasabb, vagy, vagy még magasabb cunamit is elbír. Úgyhogy, ha összehasonlítjuk ezt a másik közlekedési rendszerrel, egy, egyik se nem tudja ezt kibírni, mert minden, minden más jön egy cunami, akkor teljesen szélveri mindet. És ez egy új modern közlekedési rendszer, amit a feltaláló nagyon sok munkát, az egész életét berakott. Anatoly Ed Eduardovich Junitsky, akit már sokan megismertek, most több mint ezer magas fokú mérnök és különböző specialistaval dolgozik. Minskbe, Marina Gorkába, akkor Sárgyába, Dubajba, Moszkvába, mindenhonnan vannak. Vannak irodák is, ahol együtt dolgoznak és készítik ezt a, rendszert. A crowd investing az azt jelenti, hogy egy befektető befekteti a saját pénzét, és az, aki ezt szervezi, azt az ötletet, meg azt a projektet, mikor ha sikerül neki elvégezni, akkor természetesen jön belőle osztalék, vagy el lehet adni a saját tulajdon részletet, akár a cégnek, aki visszavásárolja, vagy a tőzsdén. Nálunk ez úgy működik, hogy a befektető Skyway Capitalon fekteti be, aki közre működik, a GT Tulajdonába van, és a, ez a cég csak azért lett létrehozva, hogy szervezze a befektetőket, vezesse az investíciót, legyen egy webiroda, ahol mi tudjuk, hogy mennyi részvényünk lesz majd, és az a fontos, hogy a GTI tulajdonban van. Három ilyen cég létezik, van még egy RSV System, ami csak egy webiroda, ottan van egy support, ha valami kell, de nincsen képítve egy ilyen marketing terv, és nincsen támogatás. És van egy, másik, az egy külön cég, teljesen külön cég, a Sviga neve, akik ők is megvásárolják a, Anya cégtől a GT-től a részvényeket, de ők nem a részvényeket adják tovább, hanem ilyen oktatási csomagokat és ajándékba adják a részvényt. Így, így működik az a másik cég. A forgalom az, ha jól tudom, a Skyway Capital ön 70%-ot, vagy még többet is forgalmaz. Úgyhogy sokkal nagyobb cég. A GTI befektette a pénzt a képítésre, promóciókra, és legyártotta a termékeket, a járműveket, amit kivisz a kiállításokra, és így adja el a projektet, és ezzel keresi meg a pénzt. Az egész projekt június, 2014 júniusába kezdődött az első szakhassal most december 5-én bemegyünk a 14. fázisba, és ahogy beszéltünk most az utolsó konferencián a Skyway Capital vezetőséggel, ők ezt is elosszák 14.1, 14.2, 14.3 szakaszba, de úgy tervezik, hogy egyik részt ennek a fázisnak eladják a nagy befektetőknek is, úgyhogy már, ahogy mondta a Solar, májusba már tervezik a 15. szakaszt, úgyhogy remélhető, hogy a jövőre a 15. szakasz is késznek kell, hogy legyen. El tudták volna már adni mind a két szakaszt, de úgy döntöttek a vezetőséggel, hogy maradjon meg mind a kettő, mert nem csak egy fázisban nem csak be kell szerezni a pénzt, hanem meg kell csinálni azt a különböző terveket, amit kiterveztek minden szakaszra. És arra kell legalább egy fél év, így jövőre akkor be akarják fejezni a 15. szakaszt. Ez mit jelent nekünk, mint befektetőknek? Minden szakasznál, aki már befektetett, annak emelkedik 5-10 kal az értéke, és azok, akik meg vásárolnak, ugyanannyi pénzért 5-10 kevesebb részvényt kapnak. Mikor a 15. szakasz befejezik, akkor többet nem lesz ö, ö, általános részvény ö, disztribúció, és nem lehet többet vásárolnunk részvényt, csak majd, mikor a cég kimegy a tőzsdére, de akkor már tudjuk, hogy nem 3-4-5 cent lesz, hanem 1 dollár lesz a, a startnak a zára. Úgy, ahogy mutattam, az ötödik fázisba, ha valaki befektetett, mondjuk rá, kellett, kellett venni neki egy, egy, egy dollárért kapott 200 részvényt, től egy, egy, dollárig 640 részvényt. És az átlag ára 0,0024 dollár volt. Most a 14. fázisban 1.25-től lesz a diszkont 1.50-ig, ami azt jelenti, hogy az átlag 4 dollár cent lesz. Itt már aki befekteted 5. fázisba, most már 1667%-at nyert, mert a csomag, részvény csomagja már ennyit ér. Mindenki 10 dollár meg tudja rendelni a certifikátot. Mikor megjelenik, mikor kifizessük az utolsó részletet, vagy ha egyszerre vesszük meg a csomagot, részvénycsomagot, akkor egy hónap múlva körülbelül megjelenik a webirodába, a mi befektetésünk és certifikát menü pontjába, hogy meg tudjuk rendelni ezt a fizikailag certifikátot, és ez 10 dollárba kerül be kell írni a címet, megfizessük a webirodából, és körülbelül 2-4 hét alatt elküldik postán. A tájföldi befektetők nagyon szeretik a certifikátokat, mindenki megrendeli őket, úgyhogy nagyon sokat minden szemináriumon bemutassák, és ebben motiválják a többi befektetőket, hogy mindenkinek legyen ilyen certifikátja. <kül> Ami még nagyon fontos, most ez nem magyar, ha saját befektetésre megyünk és a saját certifikátokra, akkor itten van egy ilyen PDF-be egy anyag, amit mindenféleképpen mindenkinek le kell tölteni, mert ez a bizonylat, hogy ennyi és ennyi csomagunk részvényünk lesz majd a cégnél. És itt ezt mindenkinek ajánlom, hogy vagy nyomtassa ki, vagy legalább szedje le a számítógépre PDF dokumentumban. A cég tervez majd kimenni a nagy tőzsdére, London vagy Tokio, vagy mind a kettő, és itt mondtunk, hogy egy dollár lesz a zára. Mielőtt kés megy a tőzsdére, azt nagyon sokszor megy a vita, azt gondolják sokan, hogy csak akkor tud a cég fizetni osztalékot, ha kint van a tőzsdén. Ez nem igaz, mert sokszor már a Mászló úr bemondta, aki a, a, a alapítói tag a Skyway capital <hül> hogy e, osztalékot fognak előbb fizetni, úgyhogy a 2020-i forgalomra, amit e, majd elmondom, mi, mennyit terveznek, ők 2021-ben májusban eh, akarnak fizetni osztalékot, és 20% a nettó eh, eh, keresetből. Ez azt jelenti, hogy ha 66 milliárd dollár forgalom lesz jövőre, akkor akinek 100 ezer dollárja lesz eh, részvénye, az 2021. április-májusban kap 1000 dollárt. Ha 33 milliárd lesz, akkor 500 dollár lesz. A Skyway jövőre bejelentette, hogy tokenokkal olyan 10 milliárdot és részvényeket, amit részvénybe megy, az még 50 milliárd dollár projektokat akar aláírni, és ez körülbelül ott van, hogy meglegyen a 60 milliárd. Abba is volt terv, hogy a jövőre majd fizessék az osztalékot, de mivel nem volt képített célprojekt az idén, csak a Sárgyai projekt, azt meg a Skyway Sharp maga finanszírozta, úgyhogy akkor nem hiszem, hogy jövőre ki tudnak fizetni. Nagyon sokan kérdezik, hogy hogy fog majd működni ez az eladás a tőzsdén. Mindenki tud magának szerezni, és szerződést kötni bármilyen broker céggel, vagy brokerral, és akkor neki meg kell adni a célt, hogy mennyit akarunk eladni, vagy vásárolni még részvényeket, de mi úgy tudjuk, hogy a Skyway Capital segíteni fog ebbe, lesz egy saját broker cég úgyhogy mi a webirodába is meg tudjuk adni a brokerunknak azt az adatot, hogy mennyit és mikor akarunk venni és eladni részvényeket. Az is fontos, hogy az Oroszországban, a Oroszországba a minisztériumba, közlekedési minisztérium elfogadta, ezt tett a rendszert, és bent van a törvénybe, hogy egy új Skyway közlekedési rendszer is működik. A Belorussziába a Skyway képített 30 hektáron egy nagyon szép parkot, ami 2015-ben, mikor elkezdték, akkor egy sima föld volt, azt el kellett egyenlíteni, és 6 féle ö, külön szakasz ö, létezik most, 2009-ben, mikor már voltunk augusztusban, és 11 féle járműt ö, teszteltek le, úgyhogy azt hiszem, hogy 6 jármű már itt is megkapta a teljes engedményt, és már tavaly is tudtunk utazni, meg az idén is tudtunk menni ezekkel a járműekkel, úgyhogy öt és fél ezer ember az idén utazott, és már kipróbálták sokfajta járműt, hogy hogyan működik. Mi augusztusban voltunk, és, és nagyon szép volt, mindenki meg tudta látni, meg tudta nézni ezt a technológiát, és minden évre terveznek egy ilyen ekofesztivált, ahol bárki el tud jönni, és megnézni minden, minden, hogyan fejlődött a technológia, mi lett, és érdekes, hogy az idén is, mikor már azt hittem, hogy tavaly mindent megláttam, meg tavaly előtt is, de az idén is annyi mindent készítettek, hogy mindenkinek érdekes volt, egész nap ott voltunk, körül lehetett mindent nézni. Nagyon új fajta modern technológiával csinálják, senki nem gondolja, hogy ezt Bielorussziába, hanem azt hisznénk, hogy Kínába vagy Japánba csinálják, vagy Németországba, vagy ahogy nézzük a dizájnt, egy teljesen jövőképű mutató járműveket gyártanak le. Az, ami nagyon fontos, hogy elindult már a sorozatgyártás is, és ottan minzbe el tudják kezdeni gyártani a Unibike-ot, meg a Unicard. Itt lehet látni, hogy már a RTA, a közlekedési minisztérium Dubai, a jele rajta van és Dubai Skypod brand nevű járművek fognak menni készítettek így bemutatóra, meg állítólag 30 már megrendelt a, egy belorusz cég nekik ami ilyen munkás sokat fog majd vinni ezek a, ezek a ilyen kékfajták a Unicar az nagyon híres lett, nagyon praktikus, mert kabinba háromszor hat személy, ez 18 személyes Unicar elfér, és a nagy Unibus, amelyikbe 48-an férnek el, az egy, mint egy busz, a Unicont a hajói konténereket visz. És itt az épület, ahol elkezdődött most szeptemberben a sorozatgyártás, a Junicki felesége Nadezhda Kosáreva nyitotta meg, és itten már nagyon sok munkás meg minden különböző mérnök dolgozik. Ez egy új csarnok, amit most építenek, ez már külön van, és itt is majd tovább viszik a sorozatgyártás, meg még lesznek különböző fejlődések. Idáig 2015-től ahogy elkezdték ezt tehát mindent építeni, mint egyenként csináltak ezeket a járműveket, ilyen prototípusokat. De a leggyorsabb Unibus, ami 500 km-rel tud menni, amit Berlinbe tavaly még bemutattak, már láttuk most az Ecotechno Parkba, hogy van kettő, mert egyiket lehetett látni, közelről bele lehet ülni, és a másik az meg pedig már ment fent a sineken, és le tudtuk fotózni különböző szerkezetek vannak, ilyen mint GPS, biztosítási, biztonsági rendszer, saját kontroll szisztéma, saját kommunikációs rendszer. Úgyhogy minden pillanatban lehet látni, hogy melyik helyen van a jármű, milyen gyorsan megy, van-e valamilyen baja, blockchain technológiával a sineket is tudják figyelni, ha valaki oda jött és megsértette, vagy valami állat ráment, vagy valami, akkor le tudják állítani időbe, mert nagyon messz, mert az egész rendszert követik minden pillanatban, egy kontroll szobából, úgyhogy igazán nagyon, azt mondjanák, hogy már túl modern, de ez a jövő. Ahogy az elektronika, meg a, <kül> mobiltelefonok, táblagépek fejlődnek, így fejlődik most ez a technológia utazásra is. Különböző állomásokat lehet építeni most már az idén le, látni fogunk Dubaiba is. Én állomásokat nem sokára a Moszkvai projektból meg lehet látni, és lehet, hogy ott is már készítik az engedélyeket. Ma jött ki egy új videó, jobban mondva egy 3D vizualizáció, amit meg lehet látni, hogy milyen az állomás kívülről és belülről. Úgy fog működni, hogy az utasok egy mobil applikációval be tudnak menni, vagy egy kis mint egy óra, egy szerkezettel és kontakt nélküli fizetés lesz, és mikor bemegy valaki a járműbe, akkor azt ott jelzi, és mikor kimegy egy másik állomáson, akkor leszedi neki a pénzt. A Skyway már 18 különböző nagy kiállításon volt Indonéziában, Ausztrália Moszkva, Minsk, Dubai, India, Berlin, és nagyon sok helyen bemutatták, ami a legnagyobb lesz most Dubai, jövőre kezdődik október 7-én, ottan csak 25 millió embert várnak, gondoljátok, hogy az egész világ ott lesz, nagyon sok országok is bemutassák magukat, én tudom, hogy Horvátország, Szlovénia is lesz nekik, egy stand, ahol bemutassák, a Skyway-nak egy, egy külön nagy uh, VIP standja lesz, ahol bemutassa az összes technológiát, és erre a, az időre a Junitski ki akarja építeni a Dubáiba a központba azt a 15 kilométert, úgyhogy a kitten bejön a kiállításra, kint me, mindjárt meg tudja látni, igazából, és be tud ülni, kifizeti a jegyet, és mehet már vele. A Sárgyában, ahol én is voltam, március végén, még mikor csak kezdték az alapokból építeni ezeket az épületeket, már pár hét múlva lehetett látni több helyen, hogy épül, működik, és most tudjuk, hogy valamelyik nap kinyitották. Ez, ez, le, ez, volt. Ez a sárgyai munkások, akik nem akik kivitelezik a projektet, hanem aki a Skyway-nak dolgoznak, ezek is ilyen mérnökök, meg a, 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 a architektek, akik csinálják ezt a projektet. Itt lehet látni a munkásokat is, hogy hogy dolgoznak. Most ottan tél van, 25-30 fok van, úgyhogy lehet dolgozni. Nyáron sajnos 50-60 is van, és akkor jobban éjjel dolgoznak. Megvan már ez a fa, faház is. Itt lehet látni, hogy kívülről belülről is vannak, és ez egy japán gép, ami most jött nemrég be minzbe és ez egy szuper modern gép, amivel csinálják a különböző részeket a járműveknek. Azt is lehet látni a videóban, hogy a VIP Unicar már működik, már tesztelik, és ez egy teszt szakasz a sárgyába, ami, amit most építik, most legújabb információ, 2,8 km van, és még három szakaszt építik, ami a kikötőre, és egyik felé sárgyára, a másik felére lehet már menni. A Junicki azt mondta, hogy még 25 kilométeres szakaszt kell felépíteni, hogy a juni buszt, ami 500 kilométerrel megy, hogy azt is le tudják tesztelni, és azt is jövőre tervezik befejezni, mert jövőre meg akarják kapni az engedélyt a gyors buszra is. A sárgyai seik és egy-tíz napja körülbelül volt és bemutatták neki, az is megvan az információ, hogy azt állította a Junickinak, hogy nagyon tetszik neki az egész, és még négy projektet sárgyába majdnem sokára alá fognak írni. Úgyhogy ez is Junicki, most nem tudom, hogy a fia-e, azt hiszem, hogy Denis Junicki a neve, fia vagy rokona, az is sokszor uh, Anatoly Yunitszkival együtt utazik, és együtt uh, dolgoznak. <kül> Nagyon szépen megcsinálták, modern, ha egy seiknak tetszik, és azt mondta, hogy igen, mehetünk tovább, mert azt tudjátok, hogy a SkyWay kapott a sárgyába egy uh, földet, mi úgy mondjuk, bár az homok az egész, mert 30 méter mélyen is még homok van, és akkor azért kaptak egy ilyen telepet, ami több millió dollárba kerül, hogy ottan építsék ki ezt a technológiát, és ha ez kibírja azt ott a sós levegőt, meg ilyen 50-60 fok meleget, akkor le van tesztelve náluk is, és működhet tovább. Úgy tudjuk, hogy 15 különböző memorandumot már aláírtak, bár ez most már lehet, hogy sokkal több is, mert a folytán mindig tárgyalnak és mennek előre. A Abu Dhabi projekt is várják az engedélyt. Ez a projekt olyan, hogy ilyen ekoházakat fognak építeni, nagy épületet, amit épületeket, amit összekötnek a unicar és nem kell építeni drága hidakat vagy alagutokat a tenger alatt, ami a Burj Al Arab Hotelnál is van, nem is tudom hány millió, hány tízmillió millió dollárba került azt ott kiépíteni. <coughs> Jönickének olyan technológia van, hogy két kilométerre ki tudja ezt a hűr vasútot húzni, és lássuk, hogy még 150 km sebességgel is mehetnek itten a unikárok. -ok. Ilyen különböző épületek, városok fognak majd kiépülni, és az a jó, hogy a Junickinak erre is megvan a technológiája, meg tudja ezeket is építeni. Továbbadja, ő már most 70 éves, de azt mondta, hogy 10 évig még nagyon-nagyon aktívan akarja csinálni. Itt lehet látni csak a Emirátusban, hogy hol vannak ezek a projektek. Ami még mondott a Marina Gorkába, hogy aki eljön Expo 2020-ra Dubajba, ottan meg tudja látni, hogy e, aláírunk még 50 milliárd dolláros projekteket. Mi ezt nagyon várjuk, mert ahogy befejeződik a szakasz, nekünk az a legfontosabb, hogy kezdjék eladni ezt a technológiát, és minél több milliárd jöjjön be a cégbe hogy felépüljön a cég, hogy nagy, nagy, legyen erős, és nyugodtan menjen ki egy dollárral, és ne álljon meg a egy dollárral, hanem menjen kettő, három, ö, olyan prognózák is, prognózisok is vannak, hogy három túl hét dollárig is lehet egy év alatt. Ez nagyon sokat függ attól is, hogy jól működjön az egész projekt, amit képítenek, legyen minél több projekt, több országba is, és még az, hogy a különböző befektetők, aki ilyen száz meg több milliárd, millió dollárokat fektetnek be, akik vásárolják majd a részvényt a tőzsdén, azok uh, bízzanak a cégbe, hogy uh, el, is, uh, el legyen ismerve a cég, hogy egy biztos és hosszú távú uh, jár, járműt, meg szakaszokat, projekteket fognak uh, képíteni. <kül> Az idén tudtuk látni, hogy a dubai sejk is, Mohamed bin Rashid, aki 7 projektot aláírt, és ami nekünk legfontosabb, egy 15 kilométeres 21 állomással rendelkezve a dubai központba, amit mi el akarunk menni és megnézni. A Twitteren is meg lehetett látni, mikor ők ezt rátették. Úgyhogy mi tervezünk jövő november 28-án ott lenni Dubajba. Azért tettük át a jövőre, mert jövőre meg tudjuk látni a sárgyat, akkor el tudunk menni a dubai központba, és el, tudjuk, el tudunk menni a Expo 2020-ra, ahol meg tudjuk látni nem csak a Skyway-t is, hanem a többit, ez egy óriási Expo, van olyan, aki háromnapos jegyet vesz meg, mert mindent meg akar látni, és az biztos, hogy három nap kell, de mi sajnos egy napot tudunk ott lenni, és akkor hajóutazás lesz Dubaiba, felülünk a hajóra, elutazunk Muszkátra, akkor egy nap utazunk Doha, Katar, akkor Abu Dhabi, két nap leszünk, és utána visszautazunk Dubajba. Ez egy ilyen nyolc napi utazás, utazás lesz, de lehet számítani, hogy egy tíz nap, mert még a repülővel is Budapest 6 6 fél óra, úgyhogy tíz napot kell erre számítani, a mi kiszámításunk szerint ez egy 1000 eurós lesz per főre, a gyerekeknek egy kicsivel olcsóbb, mert nekik nem kell fizetni a utazást úgyhogy most decemberben megkapjuk a hajó árakat, meg a, a busz, meg a, egy nap leszünk hotelba is Dubajba, a repülőt meg legkisebb januárba fogjuk tudni, és lehet, hogy ilyen 3-4 részletbe is majd ki lehet fizetni, aki velünk akar utazni. A Dubai Mallba is elmegyünk egy nap, itt van a Burj Khalifa, itt mi voltunk egy este, ott és érdemes este elmenni, mert nagyon szép, a Burj Khalifa mindig este bekapcsolják a lámpákat, különböző laser show szokott lenni zenével, és az nagyon szép megnézni. A Jumeirah központ, itt, ez a, itt lesz valahol ez a 15 kilométeres szakasz, akkor majd mi is ráülünk a Junikára és körülnézzük kicsit a Dubái központot, ezt a 21 állomást. Itt van a Jumeirah központ, amit reklámoznak. Ennek is késznek kell lenni, egy ilyen különleges gyalogos és kerékpáros híd. Ezt nem a Skyway csinálja, de ez is a, egy a hét projektből, amit a Mohamed Bin Rashid aláírt és engedélyezett. De itt lesz majd a Skyway is, ez a híd mellett. Ha valaki természetesen körül akar sétálni, akkor ezt is meg tudja látogatni. <kül> Hogyan lehet a Skyway-ba befektetni? Kell egy regisztráció, és ahogy mondtam, most december 5-ig vannak, vagy van ez a 13.3 szakasz, vagy fázis, és mindenki a webirodában meg tudja találni, milyen csomagot. Vannak ilyen 1000 dolláros, 300, vagy gyerekcsomag, amit 65 dollár vagy 150 dollárt lehet fizetni havonta, akkor vannak prémium csomagok 25.000, 50, 50.000 és 150.000, vagy havi részletre 500.000, 2.500 vagy 5.000 dollár 10 hónapra. A legkisebb csomagok már 25 dollártól havonta vannak 10 hónapig, amiért kapunk 6.250 részvényt, vagy 50.000 vagy 200 dollár, itt mindig érdemes kiválasztani az első két részletet előre kifizetni, és akkor marad 8, és ha erre kapunk még külön bónusz részvényt. Ha valaki a táblázatba akar venni, akkor itt már 15 dollárért, 30, 50, 100, egész 150 ezer csomagot is vásárolhat, ha van annyi pénze. A tokenokról is van új információ júniusba, jövő júniusba indítsák, ez is most ez egy információ, ugye, már aki hallotta, már egy éve vagy több, több is készítették, de úgy látszik, hogy most ez el lesz indítva. 2018 óta ezt intézték, 100 ezer investitor már tudta beváltani a részvényeket a tokenba, amit én mindig azt ajánlottam, hogy ne váltsátok be, és jó, hogy nem váltottátok, mert 2000 részvény a most az 200 dollár, 2000 token, és 100 ezer részvényt kellett beváltani, 2000 token kaptunk, ami 200 dollár, és az nem kifizetődő, főleg azoknak, akik azt most veszik. A white paper könyv az megvan, és jövő július 1-én a Skyway tagok át tudják váltani majd a tokenokat különböző tőzsdéken amit majd felírják a webilladába, hogy tudjuk, hogy hol, bocsánat, Binance vagy HitBTC. Hogy jobb itt, vagy nem tudom, milyen tőzsdéken, majd a tokent be lehet majd váltani. Ez azoknak érdekes, aki régen befektetett, és most ki szeretne válni valamennyi pénzt. A másik információ az is, hogy elkezdi majd a Skyway visszavásárolni, először a 70 évesek felül azoknak ad elsőbséget. De utána, mikor a Skyway már keres pénzt, akkor van neki joga, csak akkor, mikor már keres más pénzt, nem csak a mi befektetésünkből, lesz neki joga visszavásárolni, nem tudom mennyiért, 10-20-30 dolláros centért a részvényeket, amit, amit ha valaki el akarja adni, nem tudja kivárni a tőzsdét. Az mindig meg van kérdezve, hogy mikor megyünk ki a tőzsdére, mikor lesz ebből pénz. Én most, ahogy jobban belátok az egészbe, logikus, hogy be kell fejezni a 15. fázist, és hogy el kell adni egy csomó, egy csomó mennyi az, az, az 10-15 projektet amiből jön egy jövedelem, és akkor már, ahogy szoktuk mondani, a cég rááll a saját lábára, és akkor tud kimenni a tőzsdére. Lehet, hogy ezt erre majd mi várunk még egy pár évet, de ha 2020-ba aláírják, elindulnak, építkezni, 21-ben már nagyon sokat fel tudnak építeni, akkor 22-ben akkor ki tudnak menni a tőzsdére is. És bár a Junicki azt mondta, hogy van olyan lehetőség, hogy előbb is kimenjenek, de biztos, hogy kell erre már olyan projekt, ami, ami már ki van építve, ami működő projekt. Ha megnézzük, ha egy jó projektjük van, akkor is már mehetnek ki a tőzsdére, de az biztos, hogy akarnak 10-15 projektet, hogy mikor kimennek a tőzsdére, akkor jó ár legyen, és maradjon egy dolláron felül, és ha lehet, menjen fel. Ez is mondom, attól függ, hogy hányan ilyen nagy befektetők, hányan akarják majd még megvásárolni ezeket a részvényeket, még egy dollár. Mert azt tudjuk, hogy ilyen nagy befektetők, nem vásárolnak a tőzsde előtt, hanem mikor első nap kimen ilyen valamilyen cég, és csinálnak egy analízist, hogy ez megfelelő, ez, ez korrekt cég, van neki nagy lehetősége növekedni, akkor megveszik. Megveszik például egy dollárért, és ha már két dollárért eladta, és 100 milliót befektetett, akkor 100 millió a keresett. De Általában, ha e, ilyen cégek, akkor megvárják, hogy nagyobb legyen a ára, és akkor 100 milliót eladja, a többit meg benne hagyja ebbe a cégbe, mert akkor is érdeke, hogy legyen itten pénze benne. Akkor azt a 100 milliót megforgassa valahol tovább, meginni egy új cégekbe. Úgyhogy körülbelül így e, dolgoznak ezek a cégek. Én még mindig e, vásárolom a részvényeket bár már lassan négy év lesz áprilisban, hogy elkezdtük ezt a tevékenységet. Nagyon megtetszett, főleg mikor elmentünk Berlinbe, megláttuk az első járműveket, a Unibike-ot, Unibuszt, beleültünk, megismertük őket, megismertük a cég vezetőséget, akkor, akkor mindjárt másmilyen. Ha valaki csak otthon hallgat egy konferenciát, én tudom, hogy nagyon nehéz elhinni meg mindent, bár ha képeket, meg videókat lássuk, meg, meg, mentünk már, de mi az az érzés, mikor beleülünk és megcsinálunk egy, egy, kilométert vele, akkor már az, az minden más. Ezért most már tervezük a jövő novembert, hogy elmegyünk Sárgyába, Dubáiba, egy, egy kis pihenés is lesz, meg remélem addig már keres mindenki egy kis pénzt, hogy legyen még legalább 1000 euró költeni is, mert a dubai Mall-ba igazán nagyon jó minőségű cucc és 1000-1000 étterem, meg, meg bolt van, úgyhogy azt mindet érdemes megnézni. Én hiszek a Skyway-ba, igaz, hogy most már végefele járunk, már nagyon sokan nem akarnak vásárolni, de azért még egy kis csomagot, egy 50-100 dollár hava, havi, azt általában a mi csoportunkba vásárolják, és így is segítsük a céget, hogy minél előbb kész legyen a 15. fázis. A ezt mondtuk. Ez, amit ide tettem, ezt a linket, ez a Skyway Innovációs Center, ami nagyon jó, szépen megmutassa, hogy milyen projektek vannak ottan, és érdemes lesz majd oda is elmenni. Természetesen leszünk legalább 100 vagy 150-en is, mert nagyon sokan jelentkeztek már, és megszervezzük ezt az utazást, idegen vezető is lesz velünk és megvárnak ott a sárgyába, hogy bemutassák nekünk ezt a projektet. Jövőre már, higgyétek el, nagyon-nagyon sok minden ki lesz építve ottan, úgyhogy nagyon szép lesz, nagyon érdekes. Na én ma kicsit lerövidítettem, remélem, hogy tudtam mondani egy pár új információt is. <kül> Én azt hiszem, hogy elkezdték már azt építeni. Most léptettünk be múlt héten egy hölgyet, aki ott lakik Dubajba, és azt kérdezte, hogy mit tud ő segíteni. Meg egy fotbalista is most elment a feleségével oda, két hónapig ott lesz. Én megkértem őket, hogy ha észrevesznek valahol, hogy építkezés van Skyway, ami nem hivatalos kép, de nekünk ez nagyon sokat jelent, és akkor fényképezzék le, csináljanak videót. Már az, hogy elkezdik, elkezdik, valahol, biztos, hogy kint lesz, hogy Skyway, ahogy a sárgyába is, és akkor majd bemutassuk. <coughs> mert a Junicki azt mondta, hogy azonnal kezdik, mert jövő októberre ő be akarja azt ott fejezni. A 21 állomás az sok sok kiépíteni, de egy éven belül azt meg tudják csinálni. Megvan minden engedély. Megvan a Abu dhabi is az engedély, az a 60 kilométerre, ami 1000 kilométerre, és olyan két év kell majd nekik. Most kapták meg az engedélyt Abu dhabi múlt, vagy két hónapja. Egy évig vártak rá. Oké, okay, akkor köszönöm szépen, mindenkinek további szép estét kívánok, és sokakkal majd találkozunk is a napokba, és akkor megyünk előre, megyünk tovább. Sok sikert, és köszönöm, hogy meghallgattatok.